Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te ismersz minket, és mindent tudsz rólunk. Azt is, ami nem látszik, azt is, amit mások nem tudnak. Áldunk tégedet azért, hogy ma is azt mondtad nekünk, hogy szeretsz, hogy lehet jönni hozzád, lehet kiáltani hozzád. Köszönjük, hogy tudtunk rajtad, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki akkor voltál. Ma sem tűröd meg néped életében a bálványokat. Ma sem nézed jó szemmel azt, hogy valakik a te néped közül idegen isteneket imádjanak. És ezért jön a te haragod. De köszönjük, hogy nem sújtottál ránk a te ítéleteddel, hanem sújtottad Jézus Krisztus a kereszten, a Golgotán, amikor ott függött az ég és föld között, az Isten báránya. Őt sújtottad a mi vétkeinkért. Azért, hogy ma nekünk azt mondhass, megbocsájtottam neked. Ha igazi a kiáltás, ha őszinte a bűnbánat, az elhatározás, hogy számolni, fel akarom számolni az eddigi utaimat, bűneimet, nem akarom tovább tenni, nem akarok úgy élni azt a kettős életet, Uram, akkor te kész vagy megbocsájtani. Áldunk ezért téged. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, és így közeledsz hozzánk. És imádkozunk azokért is, Uram, akik lehet, hogy még kiáltani sem tudnak. Szeretnénk kiáltani érettük, és szeretnénk hozni őket elé, könyörülj meg rajtuk. Érítsd meg a te drága kezeddel őket, hogy legyenek szabadok, és örömmel, megváltozott élettel mehessenek haza. Áldunk azért, hogy itt voltál velünk, és köszönjük azt, hogy munkálkodsz a te ígéd és a te szent lelked által. Légy dicsőítve, örökké való Istenünk, édesatyánk, a Jézus nevében. Amen. Mondjuk együtt, az Úr.